Brückner Előd Ákos, ciszterci rendi szerzetes. Tehát Brückner Ákos Előd vagyok, keresztnevem Ákos, és a rendi nevem Előd. És köszönöm a meghívást, amiért most részem lehet, és hát szívesen szólok arra, amit önök szeretnék tudni. Nem titok az életünk, nyitott könyv, Isten ajándéka benne minden. A papírján mondom, ez hogy hűség és az Isten, ez annyira bevált, annyira igaz, hogy szívesen tanúsítom is. A Bibliában végignézzük ezeket a helyeket, az Új Szövetségben is van egy olyan sorozat. Egymás után nézem, ahogy a Bibliában következnek, akkor egy egész életpályát húz meg végig. Isten az, aki hűségesen meghívott, ő az a már papságában, meg a szeretesi közösségben. Ő az, aki 25 éves papság után is mondhatom, hogy sose hagyott el, erőn fel nem próbált meg. Aztán 50 év után elmondhatom, hogy valóban mindig gondolt viselte, minden rosszból megóvott. És most még azt is ráírtam a 60. évfordulóra, hogy hát a reményem erős, hogy a Szentében, otthonában meghív egyszer örökre, és hát ennek a reményét szeretném mások felé is kisugározni. Mondd, de a kis jelképes emléklapon is ez szerepel, egy ciszterci húsvét nagy gyertya, körül sok kis ciszterci formára gyertyával. Hát ez a leglényegebb, amit el lehet mondani az élete menetéről. Másrészt pedig azon is itt tűnődnek, itt várakoztam, de villant az a Szent Ágostoni mondat, hogy mit keresek ezen a földön, mi érdekel. Azt mondja, Deumet animam scire cupio, nine plus nilo nino. Én az Istennek, az emberi lelket szeretném megismerni, semmi más, semmi többet. Hát túl szép ilyeneket idézni, de mindenképpen ez az érdeklődése megvan. Akár kezdet óta, és mióta eszemet tudom, az Isten szeretve jósága érdekel. Olyan sárba éltem, nőttem föl, ahol bőven megkaptam, és sajátosan 6 testvérem van utána művően, tehát felelős voltam azért, hogy elsőszülöttként hogyan törődök velük. Hát volt is alkalma, elmentünk karácsonyra Betlehemeket nézni Budapesten, legszebb a szervitáknál volt roppant romantikus, vagy amikor egyetemista voltam, egy-egy testvéremet meghívtam szüleim után és mellé, és bevarangoltuk ilyen nagyon egyszerű turista módon Magyarország legtöbb helyét, sőt még Fölvidéken is jártunk. Anyám származási helye miatt Aradon többször voltunk, az családi körbe. Hát némi küzdelmek állam mindig azért állítottunk oda vagy vissza, és a nagymama hihetetlen nagy lelkű volt, a nagypapa az pedig hát korán elment, mert első világháború ugye megsebesült, és nyilván bejársz az életébe. Tehetséges ember volt ő is, az ő testvéri köréből került ki a keresztanyánk, mind a hetünknek ugyanaz is keresztapám, pedig az a Brückner József doktor, aki mártér lett a 73-ban, aki szemem rektor lett végül is egy szakmakörös hittanárság után, és aztán később pedig dugondok volt, vicerektor Budapesten, az nagy szememben. Eszesztegomban pedig ugye a rektor ott, a fiatal spirituális, tehát lelki vezetője. Hát ezek mind nagyon érdekes adatok, mutatják, hogy hihetetlen dédeget vagyok, abban a szemben, hogy rengeteg jó körből jövök, és ennyi körrel találkoztam. Az egyház az mindenképpen egy közösség, egy nagy család, ön mondta, hogy nagy család, ez nem helyes. Hát ez tényleg ennek minden kisebb köre is, a hiteles, akkor nagyon jó az embernek benne élni és azt szolgálni. Előkerült, hogy pappá szentek, nem volt olyan egyszerű, hogy most kimondjuk, mert én az érettség után egy gyermekkori álom nyomán, szerintem egy az isteni meghívás nyomán, vagy Isten dédelgető szerete nyomán, valóban szeretem a pap lenni és szerzetes ciszterci, hiszen ciszterciek segítettek, templomba jártam, szemem által épült fel az a Szentvárosi templom Feneketlen tó mögött Budapesten, amiben
22 évig majdnem egy hónap hiány plebános lehettem, hát ez egy fantasztikus Bibliával is keményen értelmezhető, mert senki sem profita maga hazába, hát csak arra kell vigyázni, hogy ne tegyem tönkre azt, amit ott a hamu alatt vagy a farásként mégiscsak élt a Szentvárosban, a szentvárosi szemlélet, hit és talál és szolidaritás nagyon nagy élmény volt. Na, de hát visszatérve oda, hogy amikor érettség után jelentkeztem így csendesen Zsigmond Lóránd atyánál, aki egyszerű kápláni beosztásban át kellett vegye Endi Vendel, már börtönbeli Endi Vendel a fátúrnak a szerepkörét úgy, ahogy lehetett, összetartva valamilyen csendesen a szétszaggatott szélet cisztercéket. Így csendesen közben elvégeztem egyetemet, matfi szakot, az objektívot nem lehetett mellé beszélni, aztán utána következett a 4 év tanárság, és annak a 4. év nyarán, akkor apám kivitt az ő diákéval, a Veszmez utcai Kandó iskolával, akkor még iskola volt, technikum, tehát Kelet-Németországba, Nyitrajdába, akkor visszajövett a Zsigmond Lóránd, hogyha mondta, hogy most mehetsz papnak, mert itt a pillanat, amikor még meg lehet tenni, 59-et írtunk akkor. És minden esetre, hát onnan aztán kilebítettek, mert a ciszeci mi voltam, ugye kifirtatták, annak kell, hogy anyám se tudhatta, hogy én előd vagyok. És aztán az Úristen úgy rendelkezett, egész kivételes, és semmi inkorrektó nem volt benne, hogy egy év múlva már pap lettem, 4 év, akkor már a kidobás előtt még, a lépő előtt még pappá szentelt Szabak pap Kálmán győri megyéspüspök, kis pap kápolnába, győri szemináriumba, egy ilyen szénszünet idején, téliszünet idején. És aztán utána már tudtam, hogy hova kerül Kóny és Enese, a filia. Hát egy falusi világban kérdezték, hogy nekem hogy füst a budai flaszter után ez. Hát mindegy, az ember soratipor, vagy pedig flasztert aszfalton jár. Fontos, hogy az ember kikért, miért van itt. Szép évek voltak azok. Utána bevittek a bán püspök és később érsek is elvitt Győrbe. Ott a ékszer doboz templomnál, Szent Rókus templomnál voltam káplán. Egy idős, érzékeny lelkű János bácsi mellett. Aztán bevittek a kispapok nevelőjévé, a legbizalmibb helyre kerültem vissza, érdekezésnek a humora. Hát ez tartott 9 évig, spirituális voltam, és kispapok lelki vezetője, vagy segítője. Hát a leghálásabb, aki mindig próbálja a nézetemet erősíteni, Bíró László püspök, aki akkor, mint tanítvány indult el, csodálatos emberként és nagy család összetartó és nagy lelkiség mozgató emberként most is minden betegség és bírósága elé és remekül helytáll és hát segítséggel közlekedik is. Aztán onnan kerültem később a szemlem után Tatabányára, mert az a címmel, hogy közel van Budapesthez, vannak a szüleim, rokonaim. Hát mindenképpen jó hely volt, az egy egyházmegyében kemény helynek tartották, de nekem nagy ajándék volt, mert közben lefolyt a másik vatikáni zsinat, ami számomra egy életfontosabb, egy megforgató nagy esemény volt. A teológiát újra áttanulhattam most már a zsinati stílusban, és ott Tatabányán mód volt arra, hogy valamennyi ezt kipróbáljuk. Hát ilyen kicsi, egyszerű körülmények között, és hát volt ilyen szombatesti hittanbeszélgetés, egy kérdeztem tőlük, hogy hát az ember mi szerint ilyen kislány, ugyan, volt már a 9-10-es főugrót, azt mondta, hogy én mindig azt hiszem, hogy az Isten diktál, de azt mondta, hogy a szívemnek, a szívemnek az Isten diktál. Nem tetszett ez a mondata mostában, ahol vagyok, mondogatom a diávonnak, hogy ez remek jó, még a hivatalos fogalmazásnál is egyszerűbb és igaz fogalmazás. Na aztán onnan Tatabányán voltam ugye 9-ben is, ott volt az ezüstmisém, és ott történt, hogy még megkérdezte tőlem a püspök úr helynökében a házról, hogy
hát most már minden zajlik, a szerzések újra próbálják föltápászkodni, és hogy hát mi lesz velem, a pártom azt mondta, akkor Kerkes Kár, hogy hát még maradsz Győrbe. És akkor hazajöttünk a papszentesed diákokkal voltam ott, itt tanosokkal, akkor szólt a telefon, hogy most téged Budapestre hívlak, mert hát itt szükség van rád. Így kerültem a saját szülőföldön, a pátriám, szűke pátriámba. És ott hát 22 évig, ahogy említettem, igyekeztünk összefogni, több fiatal növendék Cisztercivel is, ott együtt laktunk, és igyekeztünk, nagyon hálásak, hogy Cike János atyának, nem pici, egy pár hónap idősebb, aki ott ügyesen jogi alapon is tudta segíteni, hogy visszakapjuk a Szent Imeházat nevezett korábbi Velder villát. De sokkal fontosabb az a közösségi élet, az elmélyülés, az a olykor misztikus mélységű, akár éjszakai virasztás fiatalokkal, akár egy ilyen találkozó Csobánkának egy helyen, vagy pedig Mária Besnyőn, Emil atyával, a csodálatos társa segítővel, hát ezekről sokat lehet emlékezni. És amikor idejöttem most ebbe a stúdióba, elgondolkodtatott, hogy ahol itt végigvitt a villamos, hogy milyen, meg a metró, hogy milyen fantasztikus évnyek között vagyok itt, mely ajándék, minden sarkon egy ajándék, a templomnak a sziluettje, vagy az a hely, ahol apámat időskorában visszatérve látogathattam, vagy az a kis lakás, ahol így meghúzódhatok olykor, egy kis pici ilyen diákszoba, arra jó, hogy nagymamámat oda hívtuk el, oda repatriált Aradról, vagy a, itt a Benszúr utca, ahol a postaforgalmi, tehát a négy évű postaforgalminak a ünnepei voltak, még most is meghívnak egy-egy évfordulóra. Hát mindegy, nagyon gazdag valami. Tehát ennek a sok adatnak a mélyén azért végül is találkozások, küzdelmek vannak, várakozások, türelem, egy szeretetteljes megszólítás, egy alkalmi figyelem oda vagy vissza, és hát vagy háttérben az Úristenek a nagyon érdekes a szentekre odafigyelni, hogy nagyon vezeti az ember kezét, útját, hát ilyen módon élek én most is. Hát ez, hogy siker, ez szótanban nem igen szerepel. Van egy mondás, hogy Isten nincs benne, vagy siker. Hát nála áldás van, egy ajándék van, vagy bátorítás, vagy intelem, hogy Szent is írta a fiának. Tehát valami fajta ilyen indítás. Hát ez tényleg sok minden van. Sokszor el kell csodálkoznom, hogy kicsi hány évvel ezelőtti valamelyik ismerősöm, tanítványom, majd visszaidéz, ami már nem is azon világos, hogy ezt mondtam, de így értette, és jól értette, vagy jót értett benne. Hát az akkori helyzetben volt egy megjegyzés, vagy egy útbaigazítás. Most is szeretek a Szent István gimnázium, Cisztercei Fejvár gimnáziumba, hogy a lépcsőházán most már csak csoszogok fölre menni. Ugye diák, és valamit lehet rajta értékelni, nem nyakba dicsérni, de hogy megértékelni, hogy hát ezt jól tetted, vagy rendes vagy, vagy múlkor láttalak, hogy milyen szépen szolgáltál, vagy ministráltál, vagy milyen jó sportolsz. Hát mindeste ezek a biztatások úgy jönnek a skanyarba. Vagy olykor egy megfelelő alkalomban egy figyelmeztetés, vagy egy megjegyzés, hogy mire lehetne vigyázni jobban. Hát nem lehet ma erőszakosnak lenni, és nem lehet prelegálni, és előadni, és örökké szövegelni. Az élet adnak a lehetőséget, és azt kell valahogy megragadni, hogy lehet. Hát így vagyok most is benne a gimnáziumban, igazán leginkább papi szolgálatomat vesz igénybe, de van egy Lukas óra, akkor is nem speciálisan elhet, és valaki akkor beengednek oda, és ez nagyon jó, mert van miről beszélgetni. Rájöttem, a legellemibb emberi és vallási és műveltségbeli gesztusokat kell gyakorolni. A gimnázium nagyon okos, igen, nívósan tanítanak a kollégák bámulatosan, és sok minden jót, de ma nem igen van az, amit a régi család megadott, hogy hogyan kell keresztet vetni, vagy este elgondolkodni, legzsvizsgálatot tartani, tehát nagyon lényeges dolog, hogy hogyan kell egy helyzetből, nem csak betegségből, egy kudarcból fölkelni. Tehát nagyon fontos volna ezekkel jobban foglalkozni, hogy olyan is van, hogy az ember
önismeretével vívódik, mint halálig, vagy az Isten kell tőlem számolni, vagy hogy az ember valamit megpróbál, ami nem könnyű, és minden föl kell venni a keresztet. Ugye ezek olyan dolgok, amiket a Bibliából tudunk, de hogy lesz apró pénze váltani. Ugye az ilyenek a legjobb útmutatja a húsvéti misztriumnak nevezett jézusi példa, szenvedés, halál, föltámadása, megdicsérés, az inat ezt a négyet egy ívben fogta össze, és a húsvéti misztrium az, amit naponta meg lehet élni, mert Hunszud, akinek ma még nem volt valami keresztje, szenvedése, küzdelme, és még húzó, nem vesz észre, süt a nap, vagy hogy valami jót tettek vele, vagy valami ajándék érte, vagy valamit mégis meg tud tenni a 24 órán belül. Hát ezek ilyen érdekes gesztusok, az ember ezzel írja át, hogy mennyire értelmes az élet. Ez a jelszó, hogy indító szó, hogy záró gondolat, nekem Bibliát juttatja eszemben, a római levélben a fővárosnak szólóan Szent Pál három doxológiát, ez görög szó, dicsőséget jelent, három Isten dicsőítés fogalmaz, minden ilyen gondolati szakasznak a végén. De egyébként a Bibliában nagyon sokszor van ilyen záró dicsőítés. Hát én most leginkább ezt szeretném kifejezni, ezt szeretném itt most hát vállalni, hogy ugye, ha találkozunk, egyik tanárkollégám nagyon sürgette ezt, hogy mindig mondjunk csak ennyit, hogy dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké, amen. Hát ezt most sokszor mondogatjuk, ha összefutunk, és valami óra vége van, vagy valamilyen találkozó vége, ez egyik. A másik pedig egy olyan lehetőség, amit még az én spirituális, vagy engem nevelt, a Huszi Ince, Domonkos Rendi Atya, árult el egyszer, hogy minden este egy áldást adott ránk, minden este, és van egy olyan baráti köröm, ahonnan ezt szorgalmazzák és fölkínálták, hogy este a nap véget ér, adjunk egy áldást a miénkre. Hát akár ez a hatalmas nagy közösségre, már Istenben közösség, akikkel az élve találkoztam, legyen az családi, legyen az lelkipásztor, legyen az valamilyen baráti vagy alkalmi találkozások összehozatala. Hát ennek a jegyében ugye szoktunk áldást, mert azt mondjuk, hogy az Úr legyen veletek, áldjon meg bennetek, az mindent, Isten az Atya, Fiú és a Szentlélek. Amen. Hát és mondjunk áldás Úrnak, hogy harsogják a diák, hogy és a telekedje. Hát szóval ez talán a záró gondolat, hogy egy ilyen találkozásnál a legokosabb, hogyha az Úrra figyelünk, és nála van úgyis a végleges utunk és célunk.